Köszöntöm Önöket, ez a heti politika, ahol az elmúlt hét nap legfontosabb híreiről és hátterükről beszélgetünk. Migráció és terrorizmus, orosz bombázás Szíriában, titkos szolgálati és külügyi szakértőt is várunk a stúdióba, de előbb arról, hogy gyászol az ország és csúszik a határzár. Nagy Dániellel, a Nézőpont Intézet elemzőjével és Szakács Andrással, a Méltányosság Politika Elemzőközpont elemzőjével beszélgetek. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Életének 94. évében meghalt Göncz Árpád, politikus, író, műfordító, a rendszerváltáskor létrejött harmadik magyar köztársaság első államfője. Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után életfogytig tartó börtönre ítélték, de 6 év után amnestiával szabadulhatott. A második világháborút követően a Kisgazdapárt, majd a rendszerváltás idején a Szabad Demokraták Szövetségének politikusa lett. Az első szabad választások után az új országgyűlés elnökévé, majd 1990. augusztus 3. köztársasági elnökké választották, a tisztséget 10 évig töltötte be. Dániel, ő volt talán Magyarország legnépszerűbb politikusa, szerintem ezt kijelenthetjük, végig kimagaslóan vezette a népszerűségi listákat elnökségének 10 év alatt, és még ma is Árpi bácsiként emlegetjük. Mi az ő titka, a személyisége, a munkássága, vagy az ő jelképes szerepe, tehát hogy ő volt a harmadik köztársaság első államfője? Igen, én is mindenképpen úgy látom, hogy egy népszerű személyiségről van szó. Ezt több szempontból is meg lehet közelíteni, egyrésztről a karaktere is megszemélyesítette tulajdonképpen a nemzet egységét. Ugye ő egy ilyen népi vonalatot is magában hordozott, ugye az FKGP-nél kezdte a politikai pályafutását, valamint később ugye az 56-os eseményekkel kapcsolatban is azért elég aktív részvevő volt. Bebörtönözték, tehát a kommunista ellenállással is össze lehetett hozni a nevét, tehát a nemzeti egység szó az mindenféleképpen alkalmazható az ő esetében. Másrésztről ugye szerencséje is volt, mert egy olyan időszakban került a köztársasági elnöki székbe, amikor egy boldog és optimista romantika fogta el a magyar politikai közéletet. Tehát hogy is mondjam, azért a köztársasági elnökök általában mindig a legnépszerűbb személyek közé tartoznak. Most is azt lehet látni, hogy Áder János a legnépszerűbb, de hát ugye ez egy alacsonyabb bázisról. Igen, hát most a legnépszerűbb politikus olyan 40% pont körüli eredményt ér el, ő azért 70-80%-ot ért el rendre. Hát, hogyha megnézzük, akkor ugye Göncz 90 fölött van. Ugye én most gyorsan megnéztem, és azt lehetett látni, hogy igazából Sólyom László tudta a legjobb eredményével megközelíteni Göncz Árpád legrosszabb eredményeit, tehát kb. 90%, és Sólyom László ugye az elején a ciklusainak, még Göncz Árpád, ha hullámzott is, de azért végig 90% fölött volt ez a kérdés. Egyébként talán az ő karaktere azért volt ennyire népszerű, mert az ő sorsa Magyarország sorsa is volt. Tehát mindig elfelejtjük, hogy azért a náci megszállás ideje alatt is küzdött a nácizmus ellen. Tehát ő gyakorlatilag a 20. századi magyar történelmet egy az egyben átélte, és ami Magyarország sorsa volt, az ő sorsa is, mind akár mondom a 44-45, 56, és hát így aztán végül 89. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy ő egy liberális politikus volt, ez ma már furcsán hangzik, ma már ekkora népszerűségnek sem Európában, sem Magyarországon nem örvendhet egy liberális politikus sem. Hát igen, ugye a liberalizmus lejáratását azt azért más emberek véghez vitték itt Göncz Árpád után, szóval ezt inkább azoktól a politikusoktól kell megkérdezni, akik utána liberálisok voltak. Ugye itt ez az optimista világkép, amiről korábban is beszéltem, ez ugye az ilyen fukuyamai a történelem véget ért, a liberalizmus győzött ugye az egész világon. Ez a 90-es években eléggé elterjedt, és mostanában inkább ez a Huntington-féle kultúrák összecsapása különböző a világnak különböző területeiről érkező vallási, etnikai, valamint különböző csoportosulásoknak az ellentéte. Ennek a kidomborodása ez mutatkozik meg, tehát hogy a liberalizmus az nem nyert, tehát ez ki lehet már jelenteni, hogy nincsen vége a történelemnek, és ennek a beismerése is vezetett ahhoz, hogy most már vége ennek az optimista rózsaszínködnek sajnos. Ugyanakkor a liberalizmus nincs olyan rossz állapotban, mint sokan hiszik, mert hogyha kitekintünk Nyugat-Európába, az elmúlt 10 év kormányait megvizsgáljuk, akkor ha nem is a legnagyobb koalíciós partnerként, de kisebb koalíciós partnerként az elmúlt 10 évben
nem csak Magyarországon volt liberális párt hatalmon, hanem Észtországban, Lettországban, Belgiumban, Bulgáriában, Norvégiában, Finnországban, Németországban is. Körülbelül 17 olyan államot tudunk összeszámolni, 2013-2014-ben olyan kormányokat állított fel, ahol volt liberális párt, illetve Európában 71% az olyan parlament, ahol benn van liberális párt a parlamentben, úgyhogy lehet, hogy időközben voltak látványos vereségek, például Németországból kihullottak a legutolsó választások alkalmával, de mind a mai napig koalíciós partnerként kormányon vannak liberális pártok, úgyhogy valójában csak innen nézve tűnik a liberalizmus nagy vesztesnek, inkább csak azt lehetne mondani, hogy inkább részvereségeket szenvedett el. Térjünk vissza Göncz Árpádhoz, mert hogy ő egy aktív, egy cselekvő köztársasági elnök volt, ez is furcsa ma már, mert sokkal inkább reprezentatív szerepet szoktunk meg. Ezt is a kor követelte meg, Tani? Én úgy látom, hogy a kijelentés, amit említettél, az a ciklusának az első, tehát az első ciklusára illeszhető rá, tehát 90 és 95 között volt ő mindenféleképpen cselekvő személyiség. Ugye minden rossz indulatot félretevés, tényleg csak a politikai pragmatizmus szemszögéből nézve a dolgot, ugye akkor ő tulajdonképpen egy ellenzéki pozícióból került köztársasági elnöki székbe, és ő volt az ellenzéke az akkori kormánypártnak, utána pedig az ő pártcsaládjából érkező SZDSZ alakított koalíciót az MSZP-vel, ugye meg is említette, hogy az MSZP-SZDSZ koalíciónak nincsen alternatívája. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, a válaszom az lenne, hogy valóban nagyon cselekvő volt az első ciklus során, ugye különböző felszólásai, valamint megtagadott felszólásai is voltak, azonban utána már ő kezdte el ezt a reprezentatív funkciót megvalósítani a magyar politikában. De azért annyit hozzátennék, hogy minden relatív, hogy cselekvő vagy nem cselekvő, mert ha megnézzük, hogy ki hány törvényt küldött vissza a parlamentnek, illetve az Alkotmánybíróságnak, akkor a második legkevesebbet egyébként pont Göncz Árpád. És a legtöbbet pedig Solyom László, hát ő 46-47 törvényt küldött vissza az Országgyűlésnek, illetve az Alkotmánybíróságnak, mint Göncz Árpád 10, de egyébként Áder János is már körülbelül olyan 25-26-nál tart. Tehát mondom, hogy cselekvő, nem cselekvő, ez is egy nagyon relatív fogalom. Hogy... De azért ő nagyon beleállt a politikában, nem András? Azt nem gondolod? Így van. Így igaz, de különböző tettek vagy különböző megnyilatkozások terén, míg amit biztosított számára az alkotmány vagy a jog, azt nem annyira használta ki, mint például az utána következő. Csak azért nem ő a legkevésbé cselekvő ilyen téren, tehát különböző törvények visszaküldése terén, mert Schmidt Pál nullát bírált felül. Hogyan fog Göncz Árpádra emlékezni az utókor? Milyen ügyekben volt meghatározó az ő szerepe? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezen gondolkoztam a legtöbbet, mert nekem nagyon úgy tűnt, hogy ő foglalkozott a legkevésbé, sőt abszolút nem foglalkozott az utóéletével, hogy hogyan fogják az emberek megítélni az ő elnökségét, és ránk vár ez a feladat most már azokra a generációkra, akik vagy megélték, vagy utána következtek, hogy mit fognak belírni a történelemkönyvbe Göncz Árpádról. Úgyhogy igazából bármi lehet, amit kiemelünk, mert ő nem emelt ki semmit, ő nem írt magáról semmit se, én úgy vettem észre, úgyhogy abszolút rajtunk múlik, hogy hogyan fogjuk megítélni őt utólag, és mit emelünk ki. Tani, hát azt mondtad, hogy ellenzéki volt gyakorlatilag az első ciklusában. Nem inkább egyfajta őrködője, felügyelője volt a fiatal magyar köztársaságnak? Azt azért mindenképpen látni kell, tehát hogy nem akarom én is úgy beállítani, hogy akkor ő most így ellenment minden fronton a kormánynak, de tehát egy ilyen konstruktív ellenzéki szerep is elképzelhető. Mostanában már nehezebben képzelhető el, de akkoriban ugye még a boldog békeidőkben ez még akár ki is jelenthető volt, bár nyilván történelemkönyvekből ismerjük mi is ezt főként. És amit viszont még el szerettem volna mondani, hogy milyen hagyatékot mit hagy maga után Göncz Árpád. Én úgy gondolom, hogy itt nyilván hosszú távon azt az idő fogja eldönteni, viszont rövid távon válhat belőle egy ilyen jelképes szereplő a bal oldalon. Ő ugye csak rendelkezett egy karizmával. Én úgy gondolom, hogy főként a bal oldalon. Nyilván nagyon sokan, mindenki elismerte az ő munkásságát, azt lehet látni, hogy a részvétnyilvánítás sehol sem maradt el, talán a Jobbik volt egy kicsit visszafogottabb, de ők is teljesen korrektül részvéteket nyilvánították a családnak. Tehát ugye a lényeg, hogy
hogy ez is látszik, hogy hiányzik egy karakteres politikus a baloldalon, akiben meg lehet bízni, akivel, akire jó szívvel néznek föl, és Göncz Árpád ezt megtestesítette, úgyhogy valószínűleg ez az ő halálával ezt is elveszítette a baloldal. Lehet ezt reprodukálni? Lehet-e még egy ilyen karizmatikus politikusunk, vagy a jelen politikai berendezkedés, ezzel a nagyon sok konfliktussal járó politikai élet, ez erre már képtelen? Hogyne lehetne? Az a baj, hogy a magyar politika tudományban és közéletben mindent ilyen végletesen látunk, hogy épp az adott szituáció a fix, és az már nem fog változni. Ez nagyon meglepő, mert ha megnézzük a magyar párttörténetet is, és nem csak a különböző személyeknek, akár Gyurcsány Ferenc relatíve visszatérését, hanem hogy a pártok hogyan alakultak, azt lehet látni, hogy a Fidesz is honnan jött vissza, micsoda vereségek után állt föl, Orbán Viktor is milyen személyes vereségek után állt föl, Gyurcsány Ferenc is, és én nem tartom elképzelhetetlenek, inkább csak az adott szituációval jelenből tűnik olyan lehetetlennek, hogy karakteres politikusok legyenek. Menjünk tovább. 99%-ban elkészült a biztonsági határzárrendszer a magyar-horvát határon, közölte Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, a magyar kormány jelenleg nemzetközi egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy a határzár elrendeléséről dönthessen. A kabinet reméli, ez a kérdés a következő egy hétben eldől. A magyar idők is úgy értesült, október 15-ig szinte biztosan nem zárják le a határt, ez azonban a jövő csütörtököt követő napokban sem valószínű, írja a lap. Gyakorlatilag minden készen áll, a jogi változtatásokat is rég elfogadta már a parlament, diplomáciai egyeztetés is folyt már, akkor mire várunk? Itt ugye több rétegű ez a dolog. Egyrészt mindenképp ki kell emelni, hogy Szerbia nem EU-s tagország, Horvátország pedig EU-s tagország, tehát ott itt azért jóval nagyobb diplomáciai és jogi problémákat okoz az, hogyha lezárjuk a határt. Másrésztről ugye... De nem Schengeni állam. Igen, de azért ez nem ilyen egyszerű. Horvátországban másrésztről a választások lesznek, ugye most november 8-án, ha jól tudom, és Bécsben is választásokat tartanak, tehát itt a környező országoknak a belpolitikai csatározásai is eléggé befolyásolják a mostani. Elképzelhető, hogy kapott a magyar kormány egy ilyenfajta kérést, hogy várjon ki, amíg ezek a választások lezajlanak? Én határozottan úgy gondolom, hogy nem kérést kapott a magyar kormány, hanem a magyar kormány elkezdett aktívan cselekedni, és aktívan a nemzetközi politikai szintére kilépni, tehát hogy nem csak Orbán Viktor, hanem láthattuk Szijjártó Péternek is elég határozott kijelentései voltak. Tehát van egy Európa víziója a magyar kormánynak, most ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, határozottan próbálja alakítani a környező országokkal is a kapcsolatát. Ugye láthattuk, hogy most a horvát államfőnek, államfőasszonynak az érkezésével, ez is tulajdonképpen egy belpolitikai csatározás, mert ő a HDZ-nek a jelöltje volt, és ott pedig szociáldemokrata kormány van, és majd a választásokon eldől, hogy melyik politikai párt fog hatalomra jutni. Tehát az egészből azt akarom kihozni, hogy aktív, cselekvő, képes magyar kormányunk van jelenleg, aki külpolitikában is aktívan részt vesz. Na de miért vár? András, te szerintem hogy látod? Szerintem abszolút a választásokról van szó. Tehát volt már annyi konfliktus mind Ausztriában, mint Horvátországgal, hogy egy ilyen gesztust meg lehet tenni, vagy meg kell tenni feléjük. Hogy érkezett a kérés, vagy nem, ezt nehéz megmondani. Én inkább arra azt mondtam, hogy érkezhetett, mert nem véletlen, hogy a Szabadságpárttal való találkozását, ugye Strachéval való találkozását lemondta Orbán Viktor. Ausztriában, amikor ugye Bécsbe látogatott. Ez annak volt tudható, hogy ne kapjon újabb muníciót valószínűleg a Szabadságpárt. Ami egyébként érdekes, mert hogy ők ugye határzárpártiak, tehát Ausztria, tehát szeretnék az osztrák határt lezárni, vagy vannak ilyen ígéreteik, ami nyilván Magyarország szempontjából, vagy a kormányzat szempontjából eléggé visszás és bajos, úgyhogy szerintem itt egy egyszerű belátás történt, hogy mit kell lépni. Elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy mégsem zárják le a határt? Dániel, mit gondolsz? Persze, természetesen elképzelhető, de azért azt látni kell, hogy a fő cél, és ugye ezt már hónapok óta ebben nézett és véleménykülönbség van, hogy a fő cél az, hogy a zöld határon ne jöjjenek át illegálisan emberek, és a gyoda és a kerítés, tehát a kettős határzár kiépítése, az abból a célból történik, hogy a zöld határon ne jöjjenek át olyan emberek, akikről a magyar kormány nem tudja, hogy a magyar állam területén vannak. És hogyha ez a kerítés megépült, onnantól kezdve, hogy a határ konkrétan le lesz zárva, ugye amit láttunk Röszkénél, hogy itt nagy erővel felsorakozik a rendőrség, vagy ugye most már a honvédség is bevethető, ez már nem az, hogy részletkérdés, de a legfontosabb dolog,
az az, hogy ne legyenek kontrollálatlan bevándorlás. Tehát a terelő funkciót így is betölti, azt mondod, hogyha igen, nem zárják le. Legyen regisztráció, aki érkezik Európában, a Schengeni határokon belülre érkezik, arról legyen tudomása Magyarországnak, amit ugye az Európai Uniónak is ezáltal. Mi történik, hogyha mégis lezárják, akkor milyen következményei lehetnek e tekintetben Európában? Elképzelhető, hogy újabb határzárokat szül majd a magyar? Szerintem nem. Hogyha a magyar határzár létrejön, és itt ez a fontos kérdés, hogy milyen típusú határzárról beszélünk, tehát zöld határzárról, vagy totális határzárról. Mert hogyha csak zöld határzárról, tehát tényleg csak az a cél, hogy tereljük a különböző beérkező embereket azokhoz a pontokhoz, ahol tudnak regisztrálni, vagy megnézik az úti okmányaikat, akkor szerintem nem feltétlenül valószínű, hogy Európán belül is újabb határzárak legyenek. Tehát, hogy például a délvidék területen lezárják, vagy az osztrák határt lezárják. Tehát ez senkinek sem a célja. Ezek valójában inkább csak kampányüzenetek. Tehát azt azért látni kell, hogy mind Németországban, mind Ausztriában, Ausztriában ugye effektíve kampány van, Németországban pedig most már Merkellel szemben is ugye egyre felerősödnek párton belül is a hangok, és hát elkezdődött gyakorlatilag a politikai helyezkedés, úgyhogy nem véletlenül fenyegetőznek azzal, hogy például a dél Németországba bevezetnek határzárakat. De hogy mennyire lesz ez hatékony, azt majd a rendőrségi statisztikákból lehet megmondani. Most kb. 6000-re állt be egyébként azoknak a száma, akiket vagy elfognak, vagy ott lépnek át. Meglátjuk. Ezt nagyon nehéz megmondani, főleg már csak azért is, mert hogyha megnézzük az elmúlt napok történéseit, ami az Európai Unióban volt, akkor ugye azt lehet látni, hogy megszavazták, illetve egyetértenek abban, hogy fejleszteni kell a menekült táborokat, illetve különböző segítséget kell nyújtani a Szíriával határos területekkel, illetve meg kell gyorsítani egy kiutasítást. Na most egyrészt egy ott tartó és elrettentő erő egyszer ez a kettő. Tehát pénzt adok annak, hogy ott maradjanak, és gyakorlatilag pénzt fektetek abba, hogy minél hamarabb kikerüljenek Európa területéről ezek az emberek. Ez együttesen plusz a télbeáltával azért lehet egy olyan hajtóerő, ami gyakorlatilag lenyomja a mostani érkezőknek a számát. Tehát okafogyott lesz például a határzár? Nem feltétlenül, mert rendkívül jól lehet vele kampányolni. Elnézést, hadd fűzök még annyit hozzá, hogy azt említetted, hogy a határzár ugye Európában az olyan, mintha Magyarország épített volna először határzárat Európában, tehát hogy a spanyol határon is van, a Franciaországban is van határzár, Bulgária határán is van, tehát hogy most úgy van beállítva Magyarországon, most nem feltétlenül téged támadlak ezzel, de hogy így a nemzetközi közvélemény is úgy beszél erről, mintha csak Magyarországon lenne határzár, hát ez nonsense, ez egyáltalán nincs így. A másik, amit szerettem volna még hozzáfűzni, hogy nem csak abba egyeztek meg, ugye, hogy a Szíriát környező országokban megsegítik a menekültáborok építését, hanem például a V4-ek is megegyeztek, és abban, hogy a magyar határvédelmét közösen fogják megtenni, és ez szerintem egy nagyon fontos lépés, és az a jövőben is geopolitikailag és Európa politikailag nagyon fontos lesz. Akkor még egy apróságot kiegészíteném, és igazából pont az csoda, hogy csak most épült ezen a részen határzár, mert ha megnézzük az amerikai, tehát megnézzük az amerikai kontinens, megnézzük Ausztráliát, ugye Ausztráliában nem feltétlenül kell hát határokat építeni, ott meg kell erősíteni ugye a haditengerészetet, de ott gyakorlatilag ugyanaz zajlik, mint Európában. Tehát Európa egy ilyen furcsa kivétel volt, hogy a gazdagabb észak vagy a gazdagabb dél gyakorlatilag elkeríti magát a szegényebb vidékektől. Tehát ezért valóban ezzel egyetértek, hogy ez nagyon fura, hogy azok után, hogy Izrael, azok után, hogy Amerika fölhúzott egy olyan falat a mexikói határon, illetve a saját határain amekkorán, illetve hogy Ausztrália gyakorlatilag visszafordítja, fizikailag megfogja ezeket a hajókat, akik menekülteket szállítanak, és visszafordítja, hogy elviszi szigetekre a különböző bevándorlókat. Ehhez képest, hogy Magyarországon épült egy határzár, és ezen mindenki meglepődött, hát ez egyébként szerintem az európai közvélemény és a magyar közvélemény, hogy is mondjam, külpolitikai tudatosságát is azért minősíti. Beszéljünk egy pár szót Németországról és Angela Merkelről. Lépnie kell-e már Merkelnek? Ugye ezrek érkeznek naponta, most már Berlinbe is, Németországban, tömegverekedések vannak, feszültség van Németországban is, és hát feszültség van a politika terén is, egyre nagyobb a nyomás a saját pártársai részéről is, hogy Merkel változtasson a bevándorlás politikáján. Eljöhet ez, vagy következetesen ki fog tartani itt a bevándorlás barát, talán mondhatjuk ezt, bevándorlás barát magatartás mellett?
Igen, ugye egyrésztről szerintem mindenképpen lépnie kell. Az, hogy le kell lépnie, az még nem feltétlenül biztos, de... Eltaktikázta magát egyébként? Hibázott? Én úgy gondolom, hogy mivel a német helyzet és nyugaton is az a helyzet, hogy a politikai elit elég szorosan össze van fonódva a gazdasági és a média elittel, és ezt nem feltétlenül kell rossz indulattal szemlélni, hanem ez egy természetes folyamat, ez így alakult. Ők egy kissé álomvilágban éltek, és kicsit el voltak szeparálva, vagy el vannak szeparálva a köznépről és az általános embertől, és most ezt lehet látni, hogy a közvélekedés teljesen más állásponton van, mint a média által sugallt kép. Ugye te is említetted, hogy bevándorlás kérdésben meg kell változtatni a véleményét Angela Merkelnek. Na hát épp az, hogy ők úgy gondolják, hogy menekült kérdésről van szó, és ez is már egy óriási hozzáállásbeli különbség, ami szinte el is dönti a vitát, mert nyilván menekült kérdésben a magyarok álláspontja is az, hogy menekülteket be kell fogadni. Nekünk is voltak olyan felméréseink, hogy nem túlnyomó, de többségében úgy gondolják, hogy akik tényleg háborús menekültek, azokat fogadjuk be, viszont illegális bevándorlókat, azokat nem kell befogadni, és hogyha itt is, ott Németországban is eldől majd ez a probléma, és ott is a köznép egyre inkább találkozik a bevándorlók tömegével, akik között egyébként vannak menekültek kétségtelenül, de ott is majd a közvélemény ki fogja erőszakolni, hogy Merkel változtasson a véleményén, és azt szeretném ehhez még hozzáfűzni, hogy Angela Merkelnek van egy ilyen stratégiája, hogyha meg is változik a véleménye, akkor azt nagyon lassan és fokozatosan teszi meg. És most lát is ezt már erre jeleket? Igen, most már lehetett látni, ugye magához vonta a bevándorlásnak a kezelését, valamint kirúgta a bevándorlási hivatal éléről a vezetőt, és összevonták a munkaügyi hivatal vezetőjével. És látok erre jeleket, ugye a görög válságnál is ez volt, hogy szépen lassan fordult át az irányvonal, és viszont azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon sürgető kérdés, több ezre jönnek, ugye naponta 6000 jön Magyarországon keresztül szinte mind Németország felé, tehát hogy itt nem lehet nagyon totajázni, hogy ilyen kifejezést használhatok. András, az utolsó kérdésem lesz, ezzel zárjuk az első részt. Mi lesz Magyarországon, hogyha lezárul a határ? Elveszti a kormány a témáját? Nem mihez hiszem. Kezd majd? Nem hiszem, ezt jól előkészítették, hogy hosszú távú legyen. Tehát nem véletlenül lett felépítve az, hogy legyenek világkóták, hogy Görögországban legyen közös fellépés, ami nem nagyon, ez a kettő ugye... De a külpolitikai rész mennyire érdekli a magyar állampolgárokat? Érdekli. Hát gyakorlatilag a Fidesz kormány, ezt már szerintem a választások alatt is a kampányban elmondtam, bebizonyította az elmúlt években, hogy a magyar választók reagálnak a külpolitikai kérdésekre, és pont ez egyik versenyhátránya a mai magyar ellenzéknek, hogy amíg ők állandóan belpolitikai témákra koncentrálnak, addig a kormányzat külpolitikai témákra is. És Magyarországon hagyományosan egyébként a jobb oldal az külpolitikában picit mindig erősebb volt, illetve sokkal markánsabb, hogy inkább úgy mondjam, mert az nem jelenti azt, hogy jobbak voltak a viszonyok a külpolitikai szereplőkkel, de markánsabban tudtak gyakorlatilag pozíciót meghatározni. A Heti Politika első részében ennyi fért Nagy Dánielnek és Szakács Andrásnak. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltatok. Van-e terrorveszély a migráns hullám miatt Magyarországon? Hamarosan titkos szolgálati és külügyi szakértővel folytatjuk. Várom vissza önöket.